Nehéz hét áll mögöttünk, elköltöztünk, elfáradtunk, elbasztunk néhány dolgot. De szívesen mondanám, hogy elköltöztünk, de még mindig nincs vége, a fuvarozók még mindig úton vannak, és még egy csomó kacat van az irodánkban, a régiben, de az új iroda már majdnem készen áll. Hétfőtől már látogathatóak vagyunk, lehet jönni befizetni az új mesterkurzusra és az egyéb programjainkra. De még fontosabb dologról szeretnék beszélni nektek, méghozzá arról, hogy hosszas tanakodás után rájöttünk az élet három legfontosabb dolgára, a három legfontosabb kérdésére, méghozzá arra, hogy... Milena ma látott egy jelenséget. Basztak a katicabogarak egy kerítés tetején. Több mint érdekes volt, sokat levontunk belőle, sok tanulságot. Erről szól ez a vlog. Ha ez a három dolog már megvan az életedben, akkor egyáltalán ne nézd végig ezt a vlogot, mert pont erről a három dologról fogok beszélni, akkor is, ha teljesen értelmetlennek tartom. Sokat beszéltünk már arról, hogy hogyan legyél gazdag, hogyan ne legyél szegény, vagy hogyan legyél olyan, aki mindennel rendelkezik. Nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mi az a gazdagság, nagyon nehéz megfogalmazni a szegénységet is. Még nehezebb az egyikből a másikba váltani, azért, mert változni borzalmasan nehéz. Nem szeretnek az emberek változni, fáj a változás, ezt mi is érzékeltük, ahogy most költöztünk, hogy nagyon fáj összepakolni a régi szarjainkat és berakni egy új jó dologba, és aztán, amikor beraktuk, kiderül, hogy ugyanabban a szarban ülünk megint. Tehát nagyon nehéz az életünket megváltoztatni, nagyon nehéz új dolgot behozni az életünkbe, de mégis vannak módszerek arra, hogy behozzuk, megcsináljuk és majd élvezhetjük. Az egyik dolog, ami el kell kezdjél, hogy másképp gondolkozzál magadról, másképp nézzél magadra, másképp fogd föl azt, hogy mit csinálsz. Más legyen minden, ami csak létezik. Lerágott csont ez is, de nézzünk egy konkrét példát. Azt képzeled el magadról, hogyha gazdag leszel, akkor elgördül előled mindenféle akadály. Ez nem lesz így, az akadályok meg fognak maradni, a pénz nem fog segíteni, a gazdagság nem fog segíteni, pont ugyanaz az ember leszel, ami most vagy. Ezért már most kell valamit csináljál, még mielőtt pénzt keresel. Majd ez fogja behozni azt, amiből lesz pénzed, vagyonod, sikered, barátaid, vagy bármi más. Tehát először is élj úgy, mint a gazdagok. Ez nem azt jelenti, hogy elszórod a pénzt, bár ezt is már mondtam egy 40-50 vloggal ezelőtt. Tehát nem azt jelenti, hogy elszórod a pénzt, hanem azt jelenti, hogy olyan válaszokat adsz meg a barátaidnak, a hozzád fordulóknak, mintha már gazdag lennél. Tehát ha megkérdezik, hogy milyen filmet néztél tegnap este, akkor ne a szegény fejeddel válaszold meg, hogy milyen filmet néztél, vagy mit nem néztél, hanem képzeld el és éld bele magad abba, hogy neked mindened megvan, nincsen problémád, és e szerint válaszold meg, hogy milyen filmet néztél. A válasz szóról-szóra ugyanaz lesz, de az érzet lesz más. A mögöttes gondolatok lesznek mások. Ez fog különbséget tenni közted és a jövőbeni közted között. Jön a második vágy, hogyan legyél szexi. Ha nem vagy szexi, ásd el magad. Nem. Van már pénzed, vegyél egy ásót. Nagyon szexinek nem kívülről kell lenni, hanem belülről kell megváltozni. Belül kell legyél olyan, hogy mindenkihez tudjál kötődni. Kellenek szabad receptorok. Azok nem szoktak kötődni a társadalomban másokhoz, akiknek nincsen olyan felületük, amit meg tud fogni más. Hogyha van olyan részed, ami szabadon van hagyva, akkor ezt a szabadságot fogja megérezni a környezeted. Ezt a szabadságot viszont meg kell teremtened. Ha a gondolataidban van rengeteg tabu, ha a cselekedeteid állandóan lekorlátozódnak valami irányában, akkor te nem leszel olyan, aki mindenki által megszerezhető. Sajnos így kell megfogalmazzam a szexiséget, hogy mindenki által megszerezhető, legalábbis így hiszi mindenki. Gondolj csak egy termékre a reklámokban, hogy szexivé teszik azt a dolgot, hogy mindenkihez tud kapcsolódni az a reklám. Na, te ugyanilyen kell legyél, tehát az egész egy biznisz. Kérdés az, hogy te szexi akarsz-e lenni, vagy azt szeretnéd, hogy téged szeressenek. Nyilván az első válasz rögtön az, hogy igen, szexi akarok lenni, vonzó akarok lenni, de akkor te egy termék leszel. Tehát terméket kell csináljál magadból kívülről, tehát egy kicsit alkalmazkodnod kell az emberek elvárásaihoz, és olyanná kell tenned magad, mint a trend.
én nem ezt javaslom, nem ezt az utat, hanem azt javaslom, hogy tedd magadat boldoggá. Csinálj olyan programokat, amitől vannak élményeid, és ezeket az élményeket meg tudod osztani másokkal, de ne oszd meg az összes élményedet, mert halál unalmas leszel, hanem osszál meg néhány élményt, és hagyd, hogy a többiek kitalálják azt, hogy mi minden történhetett volna veled. Legyen ez mondjuk a szexiségnek az az oldala, amikor vágyják azt, hogy megismerjenek téged. A megjelenésben hogyan legyél szexi, egyszerűen a boldogságnál jobb make-up nem létezik. Amikor belülről jön a szépség, az fog meg mindenkit. Amikor kívülről kened fened magadat, az nem feltétlen fog sikerülni. Múltkor láttam például egy szemöldököt a tarkóján a hölgynek. Nem szexi, hogy máshol rajzolod a szemöldöködet. Keresd meg, hogy mi a te hobbid. Keresd meg, hogy mit szeretnél, mire vágysz, és ha megtaláltad, akkor csináld. Csináld, 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 és előbb-utóbb ez jó lesz. Nagyon fontos, hogy ne egyedül csináld, keresd hozzá partnereket. Jó, tudom, rögtön mindenki mondja azt, hogy jó, de nincs barátom, nincs kivel megosszam, nincs ez, nincs az, nincs amaz. Ezek azok a kifogások, amik mellett el kell, hogy menjél, és tenned kell a lépéseket, és itt jön a halhatatlanság kérdése, a harmadik, ami megoldja a gazdagság és a szexiség problémáját. Hogyan legyél halhatatlan? Senki nem lesz halhatatlan, aki meghal. Ellenben azok kevesek közé tartozó, aki nem hal meg, az akkor te lehet, hogy halhatatlan lesz. Szóval, ha mégis véletlenül a halandók közé tartozol, akkor javaslom a következő dolgokat tegyed. 1. Csinálj valamit, amit mások még nem csináltak. Például ne ollozz ki másoknak az idézeteit. Ne idézd mások vicceit. Ne mesélj el olyan filmet a barátainak, amit együtt néztetek. Ne csinálj semmi olyat, ami nem tesz téged egyedivé. Ha egyedivé tetted magadat, akkor jön a következő lépés. Próbálj fantáziálni, tehát új és új és új dolgokat létrehozni a fejedben, és megvalósítani. Nagyon fontos, hogy meg is kell valósítani. Teljesen mindegy, hogy verset írsz, zenét írsz, énekelsz, vagy táncolsz, vagy üzletet kötsz, vagy valami, tegyél le az asztalra valami egyedi dolgot. Ez egy óriási csapda az emberek számára, hogy halhatatlanok akarnak lenni, pont akkor a csapda, mint ahogy szexik akarnak lenni, vagy gazdagok akarnak lenni, mert az, aki halhatatlan akar lenni, az előbb-utóbb egy nagyon is halandó gagyi lesz, tehát nagyon megpróbál olyan dolgot csinálni, ami egyedi, és ettől elveszi azt a lehetőségét, például, hogy éppen eközben meggazdagodjon, tehát fókuszáljon a sikerességre, fókuszáljon arra a sikerességre, hogy őre vágynak a többiek, tehát olyan életet éljen, ami a többiek számára irigylésre méltó. Tehát a legfontosabb tanácsom az, hogy ne akarjál halhatatlan lenni, hanem csak alkossál, éljél boldogan, és csináld mindig azt, amit éppen csinálnod kell. Akkor eredményképpen gazdag leszel, szexi leszel, és nem felejtenek el, halhatatlan leszel. 2 hét múlva lejár a Mesterkurzus 2019-nek a Super Early Bird akciója, tehát van még időd, nincs. Vagy teszel azért, hogy gazdag legyél, vagy teszel azért, hogy szeretetre méltó legyél, vagy teszel azért, hogy az emberek megjegyezzenek és szeressenek még jobban halálod után, vagy szegény leszel, túl nem szexi, és túl halandó. Pozitív volt?